A Dösomon öntöde több mint 150 éve gyárt vasárút, például csatornafedeleket. A vezérigazgató most fél, hogy az üzletnek vége. A vállalat áramszámlája 2019-hez képest megduplázódott, 1,5 millió euróval nőtt. On a réussi à répercuter ces hausses. A magasabb áram és nyersanyag költségeket eddig áthárítottuk az ügyfelekre. Áraink 20%-kal emelkedtek. Jövőre azonban további 40%-ot kellene emelni ahhoz, hogy egyensúlyba maradjunk az energiaárakkal. Ez katasztrófához vezet. A cég jövő évi áramszámlája akár 10 millió euróra is nőhet. Az öntöde pedig elveszíti vásárlóit, ha a külföldi versenytársak olcsóbban tudnak szállítani. És ez még nem minden. Lehet, hogy csökkenteni kell a termelést, és embereket kell elküldenünk. Azon vagyunk, hogy ez ne történjék meg. Leállítottunk minden befektetést és munkaerőfelvételt. A magas európai áramár egyik oka, hogy a háború miatt kevesebb gáz jön Oroszországból. A másik ok a francia nukleáris szektor. Az 56 reaktorból most 32-ben tervezett vagy sürgősségi karbantartások zajlanak. A nukleáris energia az ország áramtermelésének mintegy 70%-át adja, de a leállások miatt most áramot kell importálni, miközben Franciaország Európa legnagyobb energiaexportőre. Az EDF atomenergia szolgáltató megígérte, hogy a reaktorok többségét még az év vége előtt újraindítja. A kormány pedig azt, hogy az energiaellátást prioritásként kezeli. Németországnak kell a gázunk, nekünk pedig az európai, de főleg a német áram. Azt szeretnénk, hogy a két országot több vezeték is összekösse. Jean-Baptiste Dösomon kétli, hogy ennyi elég ahhoz, hogy cége versenyképes maradjon. A kormánynak rögzítenie kellene az áram árát nem csak a lakosság, hanem a cégek számára is. Csak így lehet 2023-ra költségvetést tervezni és árajánlatokat adni. Jó lenne az árat 2-3 évre rögzíteni. Dösomon nem adja föl. Azon dolgozik, hogy öntödéje a 7. generáción túl is sikeres maradjon.